Az autóbuszokra az állomás előtt kijelölt megállóban szállhatnak fel. Az okozott kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük! Sziasztok, üdvözletem minden Délegyházáról. 150-es vágányzár elkezdődött február 1-én, amikor ezt felveszem, február 5-e van. És bizony eddig közlekednek a vonatok, a vonatpótló busz az pedig ott van. Innen lefele pedig ugye kizárásos vágányzár van, legalábbis az ablakos vonatok nem közlekednek. Az idéglenes végállomására egy Délegyházát majd később bemutatom. Remélem még pársítani, és akkor a terv az, hogy még a 150-es vonalnak az üzemelő részén fogok ma mozogni. Egykori rakodó, ami most P+L parkolóként funkcionál, és itt még egy vágány maradvány is van. És egyébként van egy iparvágány kiágazás a túloldal, arrafele, a kavicsványába. Viszont úgy tudom, hogy ezt is üzemen kívül helyezték. Hát elsétálok, addig megnézem, hogy mi marad belőle, és itt van még egy feske szerelvény. Ezt szerintem tartalék. Majd előbb-utóbb beáll a forgalomba. És ha szerencsénk lesz ma, akkor még a Sabut is ki tudjuk fogni, mert ha minden igaz, ezt a Fordát járja a keleti Délegyháza között. Van még mindig Délegyháza, a váltókörzetnek a vége fele. Nem pont a vége arra fele, az éjjel, és itt már ki van tűzve lassúján, meg egy tojásjelző. És az iparvágány kiágazás az még távolabb van, de most arra nincs idő, hogy elmenjek és még be is járjam azt az iparvágányt, egyszer majd talán az is meg lesz. Most inkább megyek a másik irányba, és visszasétáló Dunavarsányig, és majd onnan is elemkezek, illetve előtte még megnézzük a felvételi épületet. És akkor itt van a felvételi épület. Ezt még ráérek később körbe videózni, mert egy darabig még biztos állni fog. És ez a föld, amivel jöttem. Ja, a 61-es zöld európás Verbe föld. És akkor arra tovább Dunavarsány fele. Az állomásnak a váltóterme. A régi old school berendezés. A Szemeskány hát az éve fölváltotta a villanyfűtés itt a jegypénztárba is. Viszont nincsen ajtó a másik irányba, az utcafronton. És kinyitották a vécézét kulcsaforgalmi irodában, de ki van írva, hogy nyitva van a vécé végig. Szokásos tájékoztatók, induló érkező vonatok, a vágányzár, ja, itt van a vágányzár is. Április 30-ig, most ez lesz. És az élő szavas hangos bemondás. Itt egy személyes ábra a vágányzáron, hogy melyik vonatpótlóbusz merre megy. Van Kecskemét és Kiskörös között is egy vonatpótlóbusz, ami még a kisvasutat pótolja. Itt 13 év után rájöttek, hogy azt is kell, vagy azt nem tudom, hogy ez ennek mi a műsége. És itt a többi. Délegyházától lefelé, és akkor Kunszent Miklós Kálvin tér, ami jól tudom, akkor a vasútállomás előtt van. Viszont a Kecskemét-Baja interrégió az változatlanul közlekedik Kiskunhalason keresztül. És van pusztamérgesre és egy busz, az mondjuk érdekes. A pusztamérgesre, ja, de az volán buszjárat. Csak itt azt is feltüntetik, hogy arra is lehet menni. És akkor itt az állomás épület itt a fronti oldala. Már neked is most kell jönni. Percekig semmi nem járt el, de ezek, amikor csinálnék egy 10 másodperces littet, azonnal jön el egy autó. Most közben a koncepción is változtattam újra tervezést, nem sétálok vissza Dunavarsányba, hanem ezzel a földtel elmegyek Taksonyig.
és Taksonytól fogok sétálni Dunaharaszti alsó és Dunaharaszti fele. Ott rövidebbek az állomás közök, és bár belefér abba az egy órába több is, ami, ameddig jönni fog majd a következő. Én majd erre a földre fogok visszaszállni, és elmegyek vele Taksonyra. Vagyunk Taksony állomáson, erdefele van a Dunavarsány és az egykori kiágazás a Szigetszentmiklósi híthez. Itt még a kiágazás megvan, de szinte biztos, hogyha ide ér az átépítés, az is meg fog szűnni. És itt van két őrhely, illetve szolgálati lakás is, most ezt rüdesen állót fogom megnézni. Érdekes, itt két nyílás záróba van falazva. Megnézzük a másik oldalt. Ő is közben föltámadt a szél, ez most nagyon nem hiányzott. Ott van egy távvédő vezeték, nek a maradványa. Igen, ez egy olyan hely volt, valószínűleg Soronfó őrhely lehetett egykor. Sokat nem lehetett látni belőle, van egy pince, ami nincsen befalazva, de oda se lehet lemenni. Nem félek be, meg egy ablak, ami résnyire. Ott ki van verve a tégla, de ott se lehet bemenni, de igazából nem is nagyon van miért. Itt van még egykori szolgálati lakás, ebből idén költöztek ki. Alakultam, az utolsó lakó az idén költözött ki. Hát ennek a sorsa is kérdéses, hogy megmarad-e vagy nem. Hogyha majd ide jön az átépítés. Itt a másik egykori szolgálati lakás, de ez is lakatlan. Mind a két része. És be is van zárva. De ezeknek a sorsa kérdéses, egyébként a másik is ilyen volt. Lehet bemenni. Viszont itt meg van egy antenna. De hogy ez kihez tartozik? Meg ott van egy szellőző és egy konvektorás lehet, vagy bármi. De nem hiszem, hogy itt bárki is lakna. Nem úgy néz ki. Csalafele pedig a Taksonyi felvételi épület, ezt is bemutattam már korábban. És itt van a váltókörzet vége, Taksony. És erdefele van Dunaharaszti. Hát egy kb. 2 kilométerre. Tehát itt látszik a legjobban, hogy ez egy kétvágányos vonal volt régebben. Egészen Kiskörösig meg volt a második vágány, és a helye az végig megvan. Hát itt is látszik. Hát a második vágány majd itt fog menni. Ahol most jelenleg ez a földút van, a sinek mellett. 181-es szelvény, hát valahol a 160-as környékén. Legkésőbb, akkor Dunaharasztig is el kell jutni. Dunaharaszti állomásnak a Taksony felőli végén is itt van ez a elfogyott törhely. Hát a padlás feljáró is már eltűnt, hogy a villanyóra is le van szedelve. Tehát itt se lakik biztosan senki. A másik oldal viszont van egy tévi antenna, ami lehet, hogy azt jelenti, hogy itt laknak, csak és el is van kerítve a melléképület. Jó, oda nem megyünk. És itt van még egy olyan ház, ez ilyen régi stílusú. Tehát lehet, hogy az egyik volt a szolgálati lakás, a másik meg az őrhely. Be van falazva a pince is valamennyire. Ez ide se érdemes már bemenni. És hát igen, itt befalaszták a bejárati ajtót is. Ez már biztos, hogy több éve lakatlan.
Pécsét vagyunk, közben Dunaharaszti alsó megállóhelyen. Innen még 1,7 km Dunaharaszti. Ugye, van egy peron, meg egy P plusz elparkoló, meg egy busz megállóval, és egy fény és fél sodon fósát járó. És az is látszik, hogy ugye az átépítés már érezheti hatását, mert gyakorlatilag mióta itt vagyok kint a vonalon, egy tehervonat se jött. Pedig régebben itt rendszeresen jöttek. Tehát valószínűleg ami befele jön az országba, Kelebia felől, az már Kiskunhalason már keresztül már kerül a 140-es vonal fele. Ami meg ugye a Bilk felől jön, ne, az meg szintén a Fradiba megy, és az is kerülő úton megy. Mert azért itt óránként legalább egy tehervonat régebben mindig volt. Hát igen, de hát kiskörösség a pályán nem is mutat semmit a vonatinfó. Kiskörösen két Szergely van lent. Tehát szerintem a fogtői gyárból lesz kiszolgálás, de az sem erre fog jönni majd. Dunaharaszti állomás épülete. Kis háromszintes. És amiről nem is tudtam egyébként, hogy itt van egy aluljáró is. Tehát nem is lehet szintben átmenni a második vágányra, ahonnan majd jönni fog a... Vagy ahová fog jönni a vonat, ami a keletire megy tovább. Szolgáltam váróterem, itt is van. Igen. Itt az utcafronti része az állomásnak. Hát remélem azért ez megmarad, mert ez azért egy nem semmi állomás. Így. Stílusa is, meg minden, és valószínűleg a legfelső szinten szolgálati lakás van, és még szerintem lakják.